azért mégiscsak közelebb áll a szívemhez az elektromos autózás és az elektromos autók, úgyhogy most átültünk egy MG 5-be. Hát egy első ránézésre tényleg egy ilyen személyautós autónak tűnik. Nyilvánvalóan az EHS után nem érzem azt a minőséget, mint az EHS-ben, tehát az tényleg egy felső kategória. Ez már inkább egy közép kategóriához van közelebb, tehát a mi autónkhoz is, meg amiket mi használunk. Ami rögtön föltűnik, hogy ugyanúgy, mint a Konában, hogy megint hasonlítani fogom sajnos egymáshoz a különböző márkákat, meg ami nekünk van. Tehát itt is van egy ilyen kemény, hát egyelőre nekem, na így, hogyha gáznyomom, így nem kemény, de jó, na végre egy pozitívum, ami hiába van a középkonzol, elfér a lábam, és iszonyatosan hátra tudom húzni az ülésemet, és még így elérem a kormányt, majd ezt jó be kell magam állítani, és ennek is egész jó a grafikája egyébként, ennek az autónak is. Ez nagyon érdekes, ez a ilyen, hát ilyen szálcsiszolt fém jellegű beütés, ami viszont ugye sokaknak nem tetszik, köztük egyébként nekem sem, ez vissza fog fényleni majd sötétben, ez az angora lakkos megoldás, de hát ez tök egyszerű, mert megveszi az ember, és egy jó fóliással leragasztatja mondjuk egy matfóliával, vagy bármivel. Itt van a kersz, tehát itt lehet állítani valószínűleg a visszatöltésnek az energiáját. Ott már mutatja is a kis jelzése, hogy 1-es, 2-es, 3-as. És nem lehet kikapcsolni, az baj. Ugye én hozzá vagyok szokva, hogy itt a kis váltófülekkel a Konában kikapcsolom, és sajnos ebben az autóban is itt van a tempomat a kormány alatt, ez annyira nem szimpatikus, de legalább vannak bajusz kapcsolóink, és nem mint a Teslában, úgy kell ezt használnunk. Ennek már azért a bőrkormánya nem olyan tapintatú, mint az EHS-ben. Nagy bajban vagyunk, mert egy egészen magas kategóriai autóban ülünk át most ebbe az autóba. 692 kilométer van összesen az autóban, és érdekes módon 283 kilométert ír nekünk, hogy annyi a megtehető hatótávolság. Nézzük, hogy miket lehet itt állítani. Tehát még az is, hogy a 6 ampert fogyaszt jelenleg, 405 volton vagyunk, ugye ment a fűtés, és még mutatja a motor speedet is, tehát hogy milyen fordulaton megy a motor. Ez nagyon-nagyon tetszik. Hát viszont engem érdekelne az, hogy mennyi a fogyasztási értékem. A kis akkumulátornak is mutatja a feszültség szintjét. Na, mik vannak még itt? Tehát 443 kilométert mentek vele. Ez 13 óra 58 perc volt, 31 km per óra volt az átlagsebesség, tehát jól látszik, hogy városban használták, és 24,6-os átlagot mentek, azt most mi lenullázzuk. Na, egész jól neki is a grafikája egyébként. Ugye most ezt is lefogom, a 26 perce áll itt, szegény. Nagyon jó, hogy ennyi mindent kiír. Tehát ugye a motor fordulatszámát is kírja. Ugye én ilyen fanatikus vagyok, hogy mindent szeretek látni. Itt meg azt láthatjuk, hogy 99%-on vagyunk. Akkor menjünk el a M1 Outlet Centerbe. 282 kilométert írt, ha jól emlékszem, amikor elindultunk. Már most látja, hogy nem annyit fogyaszt az autó, tehát alkalmazkodik a fogyasztási értékhez, illetve nem, hanem lenulláztam. Tehát ez volt akkor a gyári adat nagyjából, tehát egy ilyen 400 kilométer körül, mert lenulláztam ugye a 24-4-es fogyasztási értéket, amit előtte mentek vele több száz kilométert, és most már az én fogyasztási értékemhez adaptálta magát, így 374 kilométert ír, és szeretnék azért bőven 400 kilométert elmenni ezzel az autóval. Na, a lényeg, hogy egyelőre ilyen 18-19 kilovattórás fogyasztásaink vannak, ami hát nem annyira jó, de valószínűleg mivel kint állt ez az autó, ezért piszkosul hideg az akkumulátor. Téli időszak van, odakint mínusz 2 fok van. Most fűtünk, és ebben is egy picit azt érzem, hogy fázik a lábom, lehet, hogy bennem van a hiba. Már a feleségem mondta, hogy nem biztos, hogy az autó hibája ez, hanem lehet, hogy az én szerkezetemben van a gond. No, hát itt 60 belvárosában jövünk, ugye minden lámpánál megálltunk, meg minden kereszteződésnél megálltunk eddig, és 15,7 kWh az átlagfogyasztásunk. Irányjelzőt ugye mindenki megjegyezte, hogy milyen érdekes hangja van, a feleségem is megjegyezte, hogy ez tényleg elég érdekes, ezt azért szokni kell. Majd megnézzük, hogy lehet ennek a hangját állítani. Nos, az autó futóműve az nem rossz. Kátyúkat elég jól csillapítja, most elég rossz úton megyünk egyébként, és tehát olyan tompán
érzékeljük benne. Nyilván mozog az autó, de tényleg olyan tompa hatása van ezeknek. És nagyjából hozzuk eddig a gyári fogyasztási értéket, azért óvatosan megyek, tehát így sikerül ezeket az értékeket hozni, mert 17 kWh a gyári értékenél a long range verziónál, ugye ennek 61 kWh az akkumulátor, azt nem tudjuk, hogy ez most bruttó vagy nettó, én tartok tőle, hogy ez bruttó érték, és ennél kevesebb a nettója, és hatótávra pedig 400 kilométert ír. Hát 63 kilométert sikerült megtennem az első 20%-kal, ami inkább egy 300 kilométeres hatótávot feltételez így téli időszakban. Tudná az autó egyébként fűteni is az aksit, tehát ez egy nagyon jó funkció, hogy elő tudjuk fűteni manuálisan az akkumulátort, ha akarjuk, és így mondjuk a töltés előtt tudjuk, hogy már melegíteni kellene, akkor be tudjuk kapcsolni ezt az akkumulátor temperálást, és így felfűtjük az akkumulátor töltés előtt. Aki egy benzines autóból ül át egy villanyautóba, akkor ez egy nagyon jó választás lehet neki, mert nem sokban fog eltérni ez a villanyautó egy benzines átlagautótól, viszont egy másik, egy jól kiforrott és az egyik legjobb fogyasztású villanyautóból átülni ebbe az autóba, ott érzek különbséget. Tehát nyilván fogyasztásban az én saját autóm az jóval ez alatt van, tehát ugyanezzel a tempóval olyan 13-12 kWh-val tudnék elmenni, ez most 17,9, tehát azért itt van közötte egy 4-5 kWh-nyi különbség, ami azt jelenti, hogy egy a 20%-a a különbség e között. Ami még hiányzik, és az én autómban ugye van, az a vitorlázó funkció, tehát nem tudom a visszatöltést, az teljesen kikapcsolni. Még N fokozatban nem próbálgattam így menet közben tenni, mert nem biztos, hogy ezzel kell kezdeni egy tesztvezetést, és én nem vagyok híve ennek, tehát hogy tegyük ki N-be menet közben, aztán tegyük vissza, tehát az szerintem erős dolog, és tehát ez a funkció az nagyon hiányzik nekem belőle, meg keresném ugye itt ezeket a kis füleket a kormány alatt, hogy azzal tudjam változtatni a visszatöltés erősségét. Van egy KERS kapcsoló, hogyha előre toljuk, előre told, akkor ugye változtatjuk, ezzel növeljük a visszatöltést, ha pedig visszafelé húzok, akkor csökkentjük a visszatöltést erejét. Tehát ez nem egy rossz funkció, ezt el tudjuk érni így vezetés közben is, de azért jobb lenne, hogyha mondjuk a kormányra tették volna ezt. Egyébként nem rossz az adaptív tempomat ebben az autóban sem, tehát nem tudom, miért fikázták annyira a szakújságírók, mert igen, nekem is néha hibázott, de egyébként az a saját autómban is néha hibázik, amikor sok felé mennek a sávok, akkor nem tudja eldönteni, hogy most akkor mit csináljon. Tehát ugyanez volt ebben is. Az inkább egy picit meglepett, hogy ki akarta húzni a kezemből a kormányt, tehát egy ilyen alkalom volt ez alatt a 67 km alatt, de akkor ki kell kapcsolni ezt a funkcióját, hogy ő tartsa a sávot, vagy figyelmeztessen a sáv elhagyásra, és ennyi. De egyébként mondom, nagyon-nagyon ilyen benzines autó feelingje van az egésznek, és nagyon halk az autó. Tehát, hogy ez feltűnt, hogy szép halk. Az, hogy nem lehet kikapcsolni a gyalogos figyelmeztető rendszert, az nekem fáj. Tehát a mi autónkban ugye ki lehet kapcsolni, azt én úgy érzem, hogy ez gáz. Mindegyik autó ilyen már sajnos, tehát most már az EU nem engedélyezi, ha jól tudom, hogy kikapcsolható legyen ez a gyalogos figyelmeztetés. Hát ennek meg az a következménye, hogy hallgatnunk kell ide bent is ennek a hangját. A fűtés az piszok jó benne, tehát hogyha nem ekomódban van, ekomódban nem, tehát azt inkább felejtsétek el, mert úgy az ekomódot, hogy nem a vezetési mód az ekomód, hanem a fűtésmód az ekomód, tehát azt el kell felejteni. Hát kíváncsi leszek, hogy ezt a 400 kilométert ezt tudja el majd hozni az autó, szerintem nem. Tehát most egyelőre nagyon úgy néz ki, hogy egy inkább ilyen 300 kilométer lesz az a hatótávolság, amit tudunk hozni. Picit behallatszik a villanymotor hangja, tehát ez is, mi nem ezt szoktuk meg, tehát a mi autónknál ez ennyire nem hallatszik be, de hallottam ennél sokkal rosszabbat. Tehát mondhatom azt, hogy akár fogyasztásban is, tehát tényleg ez a 17-20 kW környéki fogyasztás, ez a nagy átlag villanyautóknak általában ennyi a fogyasztása, főleg az ilyen hasonló tömegűeknek. Én kombiban nem nagyon láttam még villanyautót, tehát ez tényleg egy hosszú, tényleg egy valódi villanyautó kombi, elektromos autó kombi. Senkit nem beszélnék le erről az autóról, az jól látszik, hogy még azért nem teljesen kiforrott a
technológia, de abszolút használható. És mondjuk például ez a sávelhagyás figyelmeztetés, meg az összes többi, ez azt gondolom, hogy szoftveresen ez pótolható, mert szoftveresen upgrade-elhető, nem gondolnám, hogy ez probléma. És van benne egy autohold funkció is, amit egyébként innen tudunk elérni, és nagyon jó helyre tették. Tehát ezt itt nagyon könnyen el tudom érni a kezemmel. A váltógomb az egy kicsit érdekes, hogy így tekergetni kell, viszont itt tudjuk ugye változtatni a vezetési módokat, sportmód, normálmód és ekomód. Itt tudjuk ugye a visszatöltést változtatni, tehát ezek elég könnyű helyen vannak, tehát vezetés közben is lehet játszadozni vele. Megszokhattátok már tőlem, hogy nem csak a pozitívumokat említem egy-egy autóról, hanem ha találok, akkor megemlítem a negatívumokat is. Amit itt tapasztaltam ennél az autón, hogy elég hangos a ventilátor. Tehát egyes fokozaton teljesen jó, és szerintem elég is úgy használni, viszont kettes fokozaton ott már hallatszik, és talán hármas fokozaton még talán halkabb, mint kettes fokozaton. És ami nem tetszik, ez, hogy itt nem mutat hőfokot, hanem csak így random állígatjuk a hőmérsékletet, tehát ez elég érdekes megoldás. Dög meleg van itt az autóban, mert nem tudjuk, hogy hány fokra van most állítva, hanem ehhez vagyunk szokva. Szerintem 26-27 fok is van. És 17,4 kWh megtett 70 km alatt a fogyasztásunk. Na most én 100%-ról indulva 30%-kal szoktam elérni Mezőkövesdről ide Budapestre, most Gyöngyösről 20% kellett hozzá. És akkor most megnézzük, hogy itt a városban mennyit fogyaszt, úgyhogy lenullázom ezt az értéket. És megnézzük, hogy Budapest városában milyen fogyasztást lehet elérni. Mikor máskor is kellene átjönni Budapesten, mint pénteken a legnagyobb forgalomban. És az a vicc, hogy már most így egy óra, illetve már lassan kettő órakor már be van állva az egész város, tehát hogy durva volt, úgyhogy a legnagyobb forgalomba jöttünk. Ugye máskor 20 perc, meg 15 perc alatt értünk át Budapesten, most ez 46 perc volt, ugye most érünk ki ide a kivezető szakaszra, az M1-M7 közös szakaszára, és 17,4 kWh volt jó erős fűtéssel, tehát majd megsülünk az autóban, még szoktunk kell, hogy hova kell beállítani, tehát jó erős fűtéssel 17,4 kWh volt az átlagunk. Na és nézzük meg, hogy a 87 kilométert eddigi teljes szakasz is 17,5 kilovattóra. Nem tudom, ezért magasabb, mint amihez hozzászoktunk, de lehet, hogy most már kezd bemelegedni majd az akkumulátor, és az sokat fog jelenteni majd. Na, itt vagyunk a Premier Outlet Centernél, és most kipróbáljuk itt a töltőn az autót. 71%-ról indulunk, 262 kilométert ír egyébként jelenleg. Nem tudom, hogy mutassam, hogy látszódjon is belőle valami. És 1 óra 58 percet ír töltési időnek. És már is láthatjuk ennek az autónak az óriási nagy előnyét. Három fázissal tud tölteni, és 11 kW-tal tölti, basszus. 22 kW-esek ezek a töltők, 11 kW-tal tud tölteni. Ezzel már is a szívembe loptam magát, ugye Konák között is van, amelyik 11 kW-tal képes AC-ról tölteni, ez viszont alapból tudja ezt a történetet, úgyhogy ez nagyon pozitív. Tehát két óra alatt feltölti 100%-ra. Tök jó. Na, addig megyünk és szétnézzünk, vásárolunk egy-két dolgot. 352 kilométert ír így 95%-nál. Még egy kis fekete pont a tervezőknek, hogy nagyon erős itt az irányjelző a visszapillantó tükörbe. Tehát, hogyha én mondjuk nagyon hátul ülök, tehát lehet, hogy van, akit nem zavarna ez. Én a B-oszlopnál ülök, teljesen hátra van tolva az ülésem. Igen, innen már kevésbé zavaró, de ezt az így sötétben, hogyha közben néznem kell a visszapillantót is, akkor elég zavaró az irányjelző így. Ennél az autónál bizony nagyon oda kell figyelni a sebességre, mert amit mutat az autó, az a valós sebesség érdekes módon. Az automata fényszóró az elég jól működik, tehát ő nagyon jól teszi a dolgát, a városban lekapcsolja, ugyanúgy, ahogy a mi autónk is a fényszórót, és valóban, hogyha hátulról is közelítünk egy autóhoz, vagy ha szembe jön autó, akkor lekapcsolja, és ha nincs senki, akkor felkapcsolja az úton, úgyhogy ez azt gondolom jól működik az autóban. Ami viszont nagyon hiányzik, az a fényre sötétedő belső visszapillantó tükör, tehát azt már én megszoktam, és az most hiányzik, úgyhogy le se törlöm a hátsó ablaktörlőt, most összekenni ugye a hólével, le se törlöm azért, ne vakítson el a mögöttem lévő autó.
úgyhogy még ez a kis extra, ez hiányzik belőle. Én azt javaslom, hogyha esetleg ilyen autót vásároltak, akkor a hátsó szélvédőt érdemes lefóliáztatni. Egyébként lehet, hogy már így is van valamennyi sötétítés rajta, majd megnézem, hogyha ha kiszállok az autóból és napfény lesz. Ugye ez az első tesztnapunk, de lesz majd még egy. Holnap is megyünk vele egy durva 300 kilométert, elmegyünk Kanyonsomékhoz, Berettyújfaluba. Az egy durva 300 kilométeres út, és remélem, hogy föl tudom tölteni reggelre az autót 100%-ra, mert hogyha megjárja oda-vissza az autó, akkor az tök jó. Tehát azt gondolom, hogy egy 300 kilométeres téli hatótáv, az már nem rossz egy villanyautónál. Tehát 100 kilométerre jártok be például dolgozni, és nem tudtok a munkahelyeteken tölteni, akkor ez már alkalmas lehet rá. Igaz, hogy nagyon jól néz ki ez a grafika, ami a tempomat kibekapcsolásánál megjelenik, meg folyamatosan itt van, csak én nem akarom ezt látni, és minden egyes alkalom, amikor bekapcsolom vagy kikapcsolom a tempomatot, akkor az beterpeszkedik ide, és sajnos nem tűnik el, hogy lássam a fogyasztási adatokat, hanem nekem kell itt a kormányon ezt így átváltani mindig, úgyhogy ezt javasolnám a gyártónak, hogy ezt egy szoftver frissítéssel meg kéne változtatni, mert engem például zavar. Nagyon kevesen vannak egyébként, akik ennyire vizsdatják a fogyasztási adatokat és minden mást, mint én, úgyhogy őket abszolút nem fogja ez zavarni, ez csak nekem zavaró. Viszont ha ti is ezt szeretnétek folyamatosan ellenőrizni, mennyit fogyaszt az autótok, akkor itt majd számítsatok, hogyha tempomatot használtok, akkor vissza kell mindig váltani. De ilyenkor már ez nem maradt, tehát ilyenkor már nincs gond. Nem tudom, mennyi látszik belőle, de kitűnő a fényszóró is, és a tompított lámpa is. Ez most a fényszóró, ugye automatán működik, ez pedig a tompított. Eddig jól tette a dolgát érdekes módon automatában, tehát ő mindig leoltogatta, meg felkapcsolgatta magát, de most néhány alkalommal úgy fennmaradt a fényszóró, mint például most is, hogy miért nem kapcsolja, most kapcsolta le. És ami nagyon érdekes, hogy bár ledes lámpák vannak ebben az autóban, ami azt gondolom, hogy ebben az árkategóriában tök jó, hogy ez is benne van az árban már alapból, és mégis van benne fényszóró magasság állítási lehetőség. Tehát belülről tudjuk állítani a fényszóró magasságot, és kipróbáltam, és tényleg lehet állítani. Például ködben haladunk, akkor jobb, hogyha lejjebb tudjuk állítani a fényszóró magasságát. Tehát ezt megint inkább pozitívunként említeném az autó mellett. No, éppen most váltott át 50%-ról 49%-ra, és 152 km körüli távolságot tettünk meg, 95%-ról indulva, tehát nem 100-ról indultunk, hanem 5%-kal kevesebbről. Most megnézem, hogy 45%-nál mennyi lesz majd a megtett út, és még 159 km-t ír megtehető hatótávolságnak, úgyhogy elég bátran tippel. Ezt a mai napot teljesen szélárnyék nélkül tettük meg, és azért azt hozzá kell tenni, hogy a Konánál nagyon sokat szoktam szélárnyékozni, és úgy 16,7 körül alakul az átlagfogyasztás, bár inkább ilyen 15-16 kW-okat szokott fogyasztani, főleg ha így országút és városi közlekedésben használom. Tehát mondhatjuk, hogy olyan durván 20% különbség van az egyik legjobb hajtáslánccal és legtakarékosabb hajtáslánccal rendelkező autó és e között az autó között. Most bekapcsoltam az akkumulátor temperálást is útközben, úgyhogy lehet, hogy az is elviszi a fogyasztásunkat egy kicsit, hogy ő most fűti az akkumulátort, viszont itt gyorsabban tudna tölteni. Meg arra számítottam, hogy itt talán kisebb lesz a fogyasztásunk, hogyha meleg az akkumulátorunk. Ha valaki azért szeretne egy villanyautóra váltani, mert szereti ezt a dinamizmust, meg az, hogy ha hozzáérek a pedálhoz, akkor azonnal gyorsul, na most ez az autó sportmódban dettó tudja ezt. Tehát nagyon-nagyon dinamikus a gyorsulás, és tényleg olyan nem érezni, hogy egy elektromos autóban ülünk, mert amikor megmozgatom a kormányt is, ugyanolyan kezelhető, mint hogyha egy benzines vagy dízel autóban utaznánk, és nem tűnik nagynak a tömege, majd megnézem, hogy mennyi a nek az autónak a tömege, mert nekem olyan 1300 kilónak tűnik, lehet, hogy több. Akkor viszont nagyon jól dolgoztak a mérnökök, mert abszolút nem érződik az autón ez, hogy nagy tömegű járgány lenne.
és nagyon, nagyon jól kezelhető, tehát tényleg nagyon jól vezethető autóról van szó, és igaza volt Szilárdnak, hogy ő azt tapasztalta, hogy amikor átült, hogy semmi különbség nincs egy benzineshez vagy dízelautóhoz képest így vezetési élményben, ez igaz. A gyorsulást meg a fékezés az nagyon lehetne benne élvezni, tehát ha valaki ilyen szándékkal vásárolna ilyen autót, hát nem tudom, hogy mennyire bírja ezt a gyűrődést, hogy valaki versenyezni fog vele az országúton és élvezi a gyorsulást lámpától lámpáig, de nagyon élvezetes ebben az autóban, és sokkal olcsóban kijöttök, mint hogyha egy benzines autóban próbálgatjátok ezt, és ott élvezitek a gyorsulást, mert ott azért a súlyos forintokba kerül. Itt azért akkor is egy 30 kWh-s fogyasztás alatt lehet maradni, és hogyha otthon töltötök, akkor még mindig csak ilyen, hát mennyi az, hogyha 70 forinttal számoljuk, akkor is 2100 forint 100 kilométerenként. Azért az baráti, nagyon baráti. Időközben haza is értünk, 43%-kal érkeztünk haza. Hát ez bizony elmarad attól, amit a saját autómtól megszoktam. Tehát ez most olyan 65%, maximum 60% lenne, hogyha saját autónkkal jöttünk volna. 176,7 kilométert tudtunk megtenni ezzel a... Hát most már ugye pont mondtam is, hogy kicsit engedem majd 45%-ig, tehát mondhatjuk azt, hogy olyan 170 kilométert lehetne megtenni az első 50%-kal, a 340 kilométer akkor, amit meg lehet tenni, az nem rossz egyébként. Tehát a 340 kilométer télen fűtéssel, az azt gondolom, hogy nem egy rossz eredmény. Majd holnap még kiderül, hogyha sikerülne feltölteni 100%-ra, az lenne a jó. Tehát ez lett a végső eredmény, 17 és feles átlagfogyasztás, az egyik nem rossz. Ez országút, város, szélárnyék nélkül, ráadásul bazi nagy tötymörgés Budapesten, és most is odakint 1 Celsius fok van, tehát mondhatjuk azt, hogy téli időszakban ennyit megy el az autó. Én azt gondolom, hogy 400 km az nyári időszakban nyugodtan működhet, viszont hogyha valaki tolja neki, és nem vigyáz a gázpedálra, akkor azért nehéz ezt hozni, ezt a 400 kilométeres hatótávot. Most hármas visszatöltésen próbálgattam az autót, és nagyon jó. És az is tetszik, hogy amikor hirtelen elengedem a gázpedált, akkor nem azonnal kiesünk a szélvédőn, és ezzel a hármas fékező erővel, motorfékkel fékez, hanem hagy egy kis időt, és utána engedi rá a teljes nyomatékot, vagy a teljes fékező erőt. Úgyhogy nem mondom, hogy lehet egy pedálos módban közlekedni vele, de közel áll hozzá. Tehát nagyon-nagyon jól működik ezzel a hármas visszatöltési szinttel, és viszonylag azért egyszerű kézzel is állítani ezt menet közben is. Most a tolató lámpa fényereje az elég gyenge, tehát nappali fénynél ott rendben van, de ott is már ilyen esősebb időszakban az probléma, viszont legalább, amint látjátok, ahogy forgatom a kormányt, úgy igazítja hozzá ezt a kis segédvonalat, úgyhogy ez viszont pozitív, hogy van ilyenünk, de lehetne egy kicsit erősebb az éjszakai fénye, és azért meglehetősen szűkre veszi ezt a teret, tehát a garást, ahol most éppen beállok. Szóval elég érdekes. Viszont a tolatóradar az jó, hogy segít. Rossz látási viszonyok között ezzel a tolatókamerával nem sokat fogtok látni sajnos, viszont nagyon jó, hogy van tolatóradar is. Ezt különbe lehet kapcsolni, meg külön ki lehet kapcsolni. Tehát elég jó a menüje egyébként a járgánynak. Ha lesz időre, akkor majd erről is beszélünk, hogy hogyan épül fel a menüje, és hogyan lehet benne változtatni. Nagyon-nagyon sokat áldozat, úgy látom az MG arra, hogy szép grafikák legyenek az autóban. Nagyon jó kis animációk vannak, amikor a sávelhagyás történik akkor is, és erre figyelmeztet. Tehát tetszik ez a kialakítás. Ez, amit eddig próbáltam kínai villanyautót, ahhoz képest fényévekkel jobb ennek a grafikája, és nekem nem fáj, tehát a navigáción kívül viszonylag elég gyors minden, tehát én nekem abszolút nem fáj ez a dolog, érdekes, hogy már 42%-nál sárgának mutatja. Battery Health Mode, azt mondja Schedule Charging, tehát lehetne időzített töltést is eszközölni. Ennek még angol menüje van, de természetesen aki vásárol ilyen autót, az nem így
Battery heat. Nem, az battery heating. Ez viszont most megint ki van kapcsolva. Hát ez érdekes. Így be tudom állítani, meddig húzom ezt a kis csúszkát. Hát nem most, legyen 100%. Jó kis autó ez, na. Tehát tetszik nekem azért sok tekintetben. Amikor beálltam ide a garázsomba, ez az MG 5-tel, akkor bizony meglepődtem, hogy teljesen ennyire hátra kellett állnom. Ugye 5 méteres ez a garázs, 5 méter szer 3 méteres, és a konának a fara az körülbelül idáig ér, tehát ahol az MG jel kezdődik, és simán ki tudom nyitni még az ajtaját is, hogyha beállok ide a garázsba. Na ezzel az autóval nem. Tehát ennyi a különbség, például a Kona és az MG 5 méretei között, és nézzétek meg, hogy épp hogy le tudom zárni a garázs ajtaját, így, hogy a töltő bele van dugva. Tehát, hogyha egy 5 méteres lemezgarázsotok van, vagy egy 5 méteres garázsotok, akkor számítsatok rá, hogy épp hogy be fog férni az autó. Amennyire emlékszem, 4600 mm, azaz 4,6 méter a hossza ennek az autónak. A szélességével nincs is probléma, tehát az bőven befér, de a hossza az viszont meglepett, amikor beálltam ide, és még mókolni kellett vele, hogy a garázsajtót is le tudjam zárni, meg még tudjam használni a töltőkábelt is, hogy bele tudjam dugni az autóba. No, úgyhogy nem egy kis autóról beszélünk, és tényleg kényelmes volt utazás közben.